Letartóztattak három gyanúsítottat az olaszországi felvonó baleset ügyében, amelyben 14 ember vesztette életét, a felvonót üzemeltető vállalat tulajdonosát, a műveleti igazgatót és a karbantartók főnökét. A vízsgálat szerint a felvonó vízfékező rendszere azért nem működött, mert egy karbantartás során azt deaktiválták, és ideiglenes megoldásként egy szorító bilincset helyeztek rá, hogy ne kelljen leállítani a felvonót. Az üzemzavarok április vége óta fordultak elő, közölte a verbániai rendőrség vezetője. A karbantartást végző vállalatokat rendszeresen hívták, el is végezték a hibajavításokat, de nem oldották meg a problémákat. A baleset akkor történt, amikor a felvonó vontatókábele elszakadt, a kabin pedig visszafelé kezdett csúszni, és a vízfékező rendszer nem indult be. Nem hanyagságból történő mulasztásról van szó, állítja a verbániai főügyész. A vízfék kiiktatása szándékos döntés volt. Világos, hogy az emberülések nem szándékosan történtek, de ebből a döntésből következtek. A milánói Malpensa repülőtéren szertartáson búcsúztatták az 5 izraeli nemzetiségű áldozatot. A családból csak az 5 éves Eitan élte túl a szörnyű balesetet. Mindeközben a tragédia egyetlen túlélőjének, a kis Eitánnak az állapota egyre javul, mondja tudósítónk. A torinói kórház orvosai szerint visszanyerte eszméletét, és levették a lélegeztetőgépről is. Jelenleg nagynénje van vele, elhunyt édesapja testvére. Habár csak lassan javul az állapota, orvosai óvatosan optimisták. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma.